Köszöntöm a nézőket, önök az M-Plain Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, június 13-án, kedden este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Nemzeti összefogást hirdetett Sátoralja új hely polgármestere. Ünnepélyes keretek között mutatták be a M-Plain című folyóirat digitalizált változatát. A Rákóczi Szövetség települési tagszervezeteinek képviselői tartottak találkozót a Sátoralja újhelyi Rákóczi táborban. Nemzeti összefogást hirdetett Sátoralja újhely polgármestere. Szamosvölgyi Péter sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy egy határozati javaslat elfogadásával kívánják elutasítani azt az Európai Uniós álláspontot, miszerint valamennyi tagállamra, így Magyarországra vonatkozóan is bevezetni a migránsok kötelező szétosztását. Erről csütörtökön rendkívüli testületi ülésen szavaznak majd a képviselőtestületi tagok, de ugyanerre kéri a térség többi önkormányzatát is a Sátoralja újhelyi városvezető. A sajtótájékoztató teljes felvételét a híradónkat követő polgármester info keretében tekinthetik meg. Június 8-án Luxemburgban döntöttek az Európai Unió belügyminiszterei informális tanácsülés keretében arról, hogy bevezetnék a migránsok kötelező szétosztását a tagállamok között. Amennyiben a vonatkozó jogalkotási folyamat végigmegy, a tagállamoknak nem lesz beleszólása abba, kik fognak élni területeiken. Ez ebben az esetben vonatkozna Magyarországra is, annak valamennyi önkormányzatára. Ez ellen kíván véleményt nyilvánítani Sátoralja újhely azzal, hogy határozati javaslatot készített ennek elutasítására. Azt jelenti az Európai Unió országaira, így Magyarország számára is, hogy egy megadott norma, egy megadott kvóta alapján betelepíthetnek kötelező módon minden országban egy megadott számú migránst évről évre. Ez azt jelenti, hogy Magyarországra számítások alapján évi 8-9 ezer közel-keleti vagy közép-afrikai bevándorló érkezhet, telepedhet le. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy Magyarországra, akkor nem valami ködös, légies határokon belüli itt létet jelent, mert ez így felfoghatatlan és megfoghatatlan, hanem azt mondjuk, hogy Magyarországra, akkor azt mondjuk, hogy a 3100 önkormányzatról beszélünk. Éppen ezért ezt az elképzelést nem támogatja a város vezetője, de erre kéri az összes többi önkormányzatot is, hogy testületeik döntése alapján csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. Úgy döntöttünk, hogy felhívással fordulunk a magyar önkormányzatokhoz. És arra kérjük őket, hogy tárgyalják meg a következő testületülésem azt a határozati javaslatot, amelyet elküldünk számukra, mely arról szól, hogy csatlakozunk a kormány kezdeményezéséhez, hogy Magyarország ne váljon bevándorló befogadó országgá. Ne váljon azzá, mert innentől kezdve az önkormányzatokat terheljük meg. Mert innentől kezdve bármikor előfordulhatnak azok a problémák, azok a súlyos, megdöbbentő esetek, amelyek csak az elmúlt héten több alkalommal hallhatóak, olvashatóak voltak Nyugat-Európa részéről. Azt kérjük, hogy politikai és etnikai hovatartozástól függetlenül mindenki álljon ki a rendelet mögött, szavazzák meg, mert hogy valamikor 4 évvel ezelőtt minden települési polgármester és önkormányzati képviselő bizalmat kapott és felelősséget vállalt a településén élők érdekében. A város vezetője szerint a problémát ott kell kezelni, ahol az keletkezik, az pedig nem Magyarország. Sátoralja újhely vezetője azt is elmondta, hogy a képviselőtestület csütörtökön reggel 8 órakor kezdődő rendkívüli testületű ülésen dönt majd ebben a kérdésben. Ünnepélyes keretek között mutatták be az M-Plain című folyóirat digitalizált változatát Sátoralja újhelyen. Az újság közel egy évszázados múltra tekint vissza, így most a történelem egy fontos szelete érhető el a Sátoralja újhelyi városi könyvtárban. Mindez az egyik első állomása volt annak a közös munkának, amelyet a város önkormányzata, a városi könyvtár és az országos Széchenyi könyvtár végzett. Ezt a jövőre nézve pedig egy együttműködési megállapodás aláírásával is megerősítették.
Hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza a Zemplén folyóirat emléke, pontosabban háromnegyed évszázados történelmet rejt magában, nem csak Sátoralja Újhely városról, hanem bizony egész Zemplén vármegyéről is. Ennek jelentősége, hogy az akkori média már több embert foglalkoztatott, amit az is bizonyít, hogy napilapként és hetilapként is számon tartották, így helyi, országos és olyan főbb híreket is olvashattak az elődeink, amik akkoriban mindenkit foglalkoztatott. Ennek jegyében készült el ezeknek a lapoknak a digitalizálása, amiben az országos Széchenyi könyvtár volt a megvalósító. Számunkra nagyon fontos, a Nemzeti Könyvtár számára nagyon fontos minden hasonló együttműködés, hiszen a nálunk őrzött kultúrkincsek akkor válnak igazán elevenné, hogyha mindenki használni tudja ezeket a dokumentumokat, és miután nyilván helyben sokkal kevesebben tudják kutatni, mint ahányan az interneten hozzáférnek, az online közlés, az online publikálás az az út, amelyen keresztül minden tartalmat el tudunk juttatni. Szamosvölgyi Péter Sátoralja Újhelyváros polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a Zemplén folyóirat nem csak a történészek segítségére lesz majd, hanem mindenki kivehet belőle egy-egy részletet, vagy éppen olvashatja a lapok digitalizált formáját. Olyan, mint egy regény. El kell indulni 1870-től, az első kiadástól, és aztán lehet lapozni, abba hagyni, majd folytatni, és az egészet érdemes elolvasni, hiszen nem másról szól, egy ilyen újság, amely a kultúrától a politikáig mindent fölvállalt, mint az akkori emberek életéről, a mi őseink, ráadásul a mi őseink életéről. Hogyan gondolkoztak, hogy éltek, mi volt a pletyka, milyen előadás volt, ki mit tett vagy nem tett. Benne van minden szerintem, ami érdeklődésre tart számot, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogyha lehetőség és ideje van rá, akkor használja. Az Zemplén folyóirat digitalizált változata a Sátoralja Újhelyi Városi Könyvtárban elérhető. Nagyné Szentesi Mónika igazgató elmondása szerint örömmel vették az együttműködést az Országos Széchenyi Könyvtárral. Ezt a munkát az Országos Széchenyi Könyvtár végezte el, annak eredményeképpen, hogy a város vezetői, illetve kollégák is javasolták ennek a nagyon fontos történelmi jelentőségű folyóiratnak a digitalizálását. Az Országos Széchenyi Könyvtár, meg mint nemzeti könyvtár, fontos feladatának tartja, hogy minden kincset, minden kultúrkincset, amit őriz a Nemzeti Könyvtár, az mindenki számára használható legyen. Ez természetesen nem csak a Nemzeti Könyvtár feladata és célja, hanem minden közgyűjteményé, többek között a könyvtáré is. Nagyné Szentesi Mónika hozzátette még, hogy a digitalizált változattal olyan forrásokhoz lehet hozzájutni, amit eddig csak nehezen sikerült megtalálni. Dankó Dénes Sátoralja Újhely város alpolgármestere beszédében kiemelte, hogy egy beszélgetés közben jött az ötlet, hogy a Zemplén folyóiratot digitalizálják. Hozzátette még, örömmel tölti el, hogy a megvalósulás is megtörtént. Azt gondolom, egy fantasztikus dolog történt itt a mai napon, és akiben van egy picike lokál patriotizmus, az rögtön a helyén tudja kezelni, akiben pedig nincs, de nyitott az új tudások megismerésére, abban pedig garantálom, hogy lesz. Hiszen, hogyha valaki elkezdi böngészni a Zemplén hírlapnak az egykori lapszámait szócikkekre, családnevére rákeres, foglalkozásokra rákeres, akkor egy fantasztikus univerzumban találja magát bő 100 évvel ezelőtt. A Zemplén folyóirat digitalizálásával egy történelmi pillanathoz érkezett a város, hangsúlyozta dr. Hörcsik Rihárd történész, a térség országgyűlési képviselője. Feltárva előttünk a múlt, ami idáig rejtve volt, és ezzel a mai nappal egy történelmi lépést tettünk előre, hogy a régmúlt forrásokat megismerhetővé tegyük, nem csak a szakma számára, nem csak akik érdeklődnek, történészek vagy diákok Sátoralja Újhely és Zemplén múltja iránt, hanem mindenki számára. A Zemplén folyóirat jelentőségéről Godzsák Attila történész tartott előadást az érdeklődők számára. A Rákóczi Szövetség települési tagszervezeteinek képviselői tartottak találkozót a Sátoralja Újhelyi Rákóczi táborban, mely során megosztották egymással a tapasztalataikat, terveiket és személyes kapcsolatokat építettek. A civil szervezet iskolai tagszervezetei vannak talán jobban szem előtt, azonban annak életében a települési szervezetek is fontos szerepet játszanak, hiszen a helyi közösségek összefogásáért ők a felelősek, hangzott el az eseményen.
A Rákóczi Szövetség 1989-ben bontott zászlót, és azóta is folyamatosan építkezik. Egy hálózatot épít Kárpát-medence szerte, és ennek részét képzik nem csak az iskolai, hanem a települési szervezetek is. Most ez utóbbi a képviselői találkoztak tapasztalatcsere gyanánt Sátoraljaújhelyen. A települési szervezeteink az egész Kárpát-medencét átöledik, kisebb-nagyobb településeken működnek azok a közösségek, akik ott helyben a magyar közösségért, a magyar kultúráért, a helyi közösségükért valami többletet tesznek közösségszervező emberek, akik a Rákóczi Szövetséghez is kapcsolódnak, és most őket hívtuk meg ide Sátoraljaújhelyre, hogy ezen a hétvégén ez a nagyjából 100 barátunk, aki el tudta fogadni a meghívást, és eleget tudott tenni a meghívásnak. Itt legyen módja arra, hogy egymással beszélgessen, találkozzon, értesüljön mindazokról a lehetőségekről, ügyekről, amik a Rákóczi Szövetséget éppen jellemzik, és hát reméljük, hogy sok jó érzéssel és egy kis bátorító motivációval tudnak majd innét hazatérni Szemplén fővárosából. Az ilyen alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak a tapasztalatcserére. Ilyenkor jelen vannak már régóta működő tagszervezetek képviselői és a frissen csatlakozott tagszervezetek vezetői is, és amondó vagyok, hogy mindig a jó példákat, ha átvesszük, akkor kikerülünk olyan buktatót, amin lehet, hogy az előttünk járók már átestek, és ugyancsak a tapasztalat megosztása az, ami szerintem nagyon fontos. Tanulhatnak egymástól, esetleg hogyan továbbról tudnak egyeztetni, mi az, ami bevált, mi az, amivel oda tudják vonzani. Ugye egyértelműen határon túli településeken a magyar oktatás, a magyar tagozatra való beiratkozás az egyik kulcs problémája a valamennyi tanintézménynek. De a személyes kapcsolatépítés is fontos ilyenkor. Ez egy remek lehetőség arra, hogy megismerjük a többi helyi szervezet tagjait, személyes ismerettségeket is lehet itt kötni, hiszen azonos a célunk és azonos az értékrendünk is legtöbb szempontból, illetve nagyon sokat lehet meríteni a többiek tapasztalataiból, ötleteket meríteni abból, hogy ki milyen módon tudja megmozgatni a helyi közösségeket a programjaival, mint civil szervezet. Derecske ugyan egy kisváros, mégis az egyik legnagyobb létszámú tagszervezetet tudhatja magáénak a település. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt megismerkedjünk olyan emberekkel, akik ugyanúgy gondolkodnak, és ugyanolyan gondolatok vannak a fejükben, amit erőt és jövőképet akarnak adni a gyerekeknek. Pont most láttam egy nagyon fontos csíksomlyói dokumentumfilmet, ahol a 10 és 15 év közötti korosztály beszélgetett arról, hogy miért fontos nekik, és annyira örömmel láttam azt, hogy a 13 évesek mondják azt, hogy milyen csoda dolog az, hogy a gyönyörű a táj, gyönyörű a gondolat, gyönyörű a társaság, és könnyedén le tudták rakni a mobiltelefonjukat, ami szerintem egy óriási 21. századi probléma. A nap két részből állt. Egyrészt, amikor a szervezetek megjelent vezetői beszámoltak az egyéves tevékenységükről és terveikről, másrészt pedig éjszakában nyúlóan folytatták ugyanezt kötetlen formában. Megrendezték a második trianoni kalandtúrát kadétmódra. A verseny célja a megemlékezés mellett az volt, hogy a versenyzők betekintést nyerjenek az intézmény kadét, illetve az egészségügyi képzésébe, hiszen a túra alatt többféle állomáshoz kellett érkezniük, amelyek többsége ezekhez a szakterületekhez kapcsolódtak, például a lövészethez, íjászathoz vagy éppen az egészségügyhöz kapcsolódva beteget kellett ellátniuk. Lövészet, sebesült ellátás, újraélesztés. Többek között ezeket a feladatokat kellett teljesíteniük azoknak a bátor jelentkezőknek, akik neveztek a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium második trianoni kalandtúra Kadét Módra című versenyére. A megmérettetésre csapatokban is egyénileg is lehetett jelentkezni, aminek a célja a közösségépítés mellett az, hogy betekintést nyerjenek a versenyzők az iskola életébe. Igazából az a célunk, hogy a szabadban, az erdőben minél több embert megmozgatva olyan élményekhez juttassuk őket, hogy jövőre is lehetőség szerint visszavárjuk őket, illetve hogy ezáltal is jobban megkedveljék a környező hegyeket, egy kicsikét betekintést nyerhessenek az iskolán képzésébe, ugye elsősorban a kadétprogramba és az egészségügyi képzésünkkel fognak találkozni a túra során. A korosztály az vegyes lesz, a csapatok jelentkezését tekintve jelentkeztek általános iskolások, középiskolások és felnőttjeink is. Kababik Edina hozzátette még, hogy 10 perc
percenként indulhattak a csapatok, erre egy internetes felületen tudtak jelentkezni. Ami pedig a feladatokat illeti, szerteágazóak voltak. Féle lövészettel fognak találkozni, légfegyveres lövészettel, céltáblára, illetve különböző célokra, lézerlövészettel, egészségügy, újraélesztés, stabil oldalfekvés, nagyvérzések, lesz, ahol kötélmászás lesz, totó, kézigránáthajítás, lesz, ahol egy kis mókakacagás énekelniük kell majd, menedéképítés, túlélési ismeretek, íjászat, úgyhogy én azt gondolom, hogy színes lesz a paletta. Az egyénileg nevezettek között vannak rangidősek is, akikben a versenyszellem példamutató lehet. Mint rangidős a sok diák között, és úgy látom, én leszek a győztes. Szerintem a tapasztalat. Tehát egyrészt én fogok elsőnek menni, mint kiderült igazgatónő tájékoztatása szerint, tehát aki utána jön, készüljön fel. Évek óta rendszeres túrázó vagyok, hagyományőrző egyesületünk is van, tehát egyébként csapatszinten is indulunk, én egyénibe indulok ugyan, de a történelmi múlt az kötelez, hogy ezen részt vegyünk. A megmérettetésen a résztvevők a különböző feladatokban jól teljesítettek. Kababik Edina hozzátette még, hogy jövőre is várják a kalandtúrára jelentkezőket. A 2023-ban megtartott újhelyi könyvünnep egyik vendége Bíró Szabolcs volt, az immáron 8 kötetes, de még le nem zárt Anzsuk regény sorozat szerzője, aki közönség találkozót és könyvbemutatót egyaránt tartott a rendezvény keretében. A szerző legújabb kötete, a Délpörölje most jelent meg az ünnepi könyvhét alkalmából, ezt ismerhették meg az érdeklődők. Anzsuk, Ragnarök, Lázár evangéliuma. Néhány a történelmi regényeket kedvelők számára ismerősen hangzó cím. Bíró Szabolcs idén 35 éves, de már több regénye közönség siker lett. A 2017-ben Eger kulturális nagykövete címet is megkapott író az újhelyi könyvünnep keretében tartott közönségtalálkozót és könyvemutatót Sátoraljaújhelyen. A szerző a kezdetekről is mesélt a megjelenteknek. Nagyon-nagyon messzire megyünk most vissza. Én óvodában kezdtem ezt az egészet, bár nyilván akkor még nem leírtam, tehát egy írásban ez még nem történt, de történeteket találtam ki folyamatosan. Fiktív történeteket, amiket általában úgy adtam elő az óvónéniknek, meg a barátaimnak, mintha igaz történetek lennének, de a mából visszatekintve ezek konkrétan tényleg fiktív történetek voltak ugyanúgy, ahogy ma csinálom. És az első próbálkozás, amikor valóban papírra is vetettem a fejezeteket, és a fejezetszámozással, ilyen kicsit könyvformátumban rendezve az egészet, az meg az általános iskola második osztályában volt. Úgyhogy akkor még nyilván rettentően elégedett voltam, mert hát az ember akkor ebben az életkorban még bármivel elégedett, amit csinál, azt hiszi, hogy akkor most ez így kész van, ez így nagyszerű, és innen még nagyon-nagyon hosszú út vezetett odáig, ahol most vagyunk. A lényeg az, hogy egészen kiskorom óta folyamatosan írok. Az író a terveit is megosztotta az újhelyi könyvünnep közönségével. Mindig egy adott kéziraton dolgozom egyszerre. A többi ötletem az általában füzetekben, különféle vázlatok formájában létezik, van amelyik csak a fejemben, de már tudom, hogy mi lesz a következő, illetve hát most több is torlódik, amin dolgoznom kéne, ezek között van például képregény forgatókönyv is, ott van például a 2020-ban megjelent Lázár evangéliuma című történelmi horror regényem, Várai Artúr rajzolóval szeretnénk ebből egy képregényt készíteni, ehhez egy képregény forgatókönyvet kell majd írnom, tehát adaptálom a saját munkámat egy másféle formátumba, egy másféle műfaji ágazatba, vagy művészeti ágazat termékének szánjuk majd ezt. Közben ugyanebből a regényből hangos könyvet készítünk Pap János színművésszel. A Lázár evangéliumának évek óta ígérgetem a folytatását, ez is majd egyszer elkészül, ez még nem a legközelebbi tervem, de ez is készül. Nagyon sok tervem van, most érdekes módon, azért mondom, hogy érdekes, mert tőlem ez elég szokatlan, hogy novellákon és kisregényeken is töröm a fejemet, de hát aminek legközelebb meg kell jelennie, mint friss könyv, az valamikor jövőre lesz esedékes, az Anzsuk 9. része. A közönség nem csupán érdeklődve figyelte a könyvbemutatót, hanem örömmel beszélgetett is Bíró Szabolccsal a munkásságáról. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Nemzeti összefogást hirdetett Sátoraljaújhely polgármestere. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Zemplén című folyóirat digitalizált változatát. A Rákóczi Szövetség települési tagszervezeteinek képviselői tartottak találkozót a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket a viszontlátásra!